Az exit poll adatok szerint és az előzetes információk szerint az első fordulóban a Nemzeti Front a szavazatok Franciaországban, a szavazatok mindegy 30%-át szerezte meg a regionális választások első fordulójában. Ha olvastak elemzéseket, ha hallgatták a híreket, akkor gyakorlatilag szinte minden elemző arra vezette vissza, és már előjáróban is a Nemzeti Frontnak a várható sikerét, hogy bizony a párizsi tragédia óta, a november 13-ai terror akció óta szinte egyértelmű volt, hogy azok az erők és azok a hangok fognak felerősödni, amelyek a választókat a szélső jobb irányába terelik. Lengyel Miklós a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, valóban ez a helyzet 27,7 az első fordulós eredménye a Nemzeti Frontnak, ami rekord az ő szempontjukból nézve, soha ilyen még nem volt Franciaországban, és 6 nagy régióban végeztek az első helyen, volt a 40%-ot is elértek, például Le Pen unokája a déli területen, tehát a Provence Alp Côte d'Azur területen 40% fölötti eredményt ért el, és most merül fel az a nagy kérdés, hogy hogy lehet megállítani őket, tehát képes-e a baloldal, illetve a mérsékelt jobboldal Sarkozy vezetésével. Régebben volt ilyen elképzelés, hogy együtt megállítják, most mindenki maga játszik a pályán, és nagy kérdés, hogy sikerül-e. Na, mindjárt beszélünk arról is, hogy hogyan tovább a második fordulóig, de még az okokról beszéljünk egy kicsit. Mi az, amit a Nemzeti Front ígért, mondott? Mi az, amivel megszólította a választókat? Vagy gyakorlatilag az eddigi politizálásuk okán és alapján majdnem, hogy hátra kellett dőlniük, és azt mondani, hogy mi megmondtuk. Látjátok, ide vezet a... Nem tudom, hogy hogy történt, ezért kérdezem. Ez pontosan így van, valóban a hátradőlés. És a muzulmán ellenesség, ez nagy újdonsága volt Marine Le Pen asszonynak a papával szemben, akinél az idegengyűlölet jelentős részben antiszemitizmussal párosult. Marine Le Pen asszonynak az újítása ebben a pártban az volt, hogy a muzulmán ellenességet tűzte napirendre, ellátogatott Izraelbe, jó kapcsolatokat ápol az izraeli kormánnyal, és a muzulmán ellenességet tűzte a zászlajára, ami ugye hát egy elég népszerű dolog. Már csak azért is, mert Franciaországban él a legnagyobb muzulmán közösség egész Európában. Itt volt ez a nagy bevándorló menekült hullám, ami Franciaországot is elérte, bár nagyon kevés igazi menekült érkezett oda, mert nem akartak oda menni a jóval gazdagabb Németországból, Skandináviából. És hát ugye az van, hogy a terrorizmus Franciaországot korábban is fenyegette, utalnék a Charlie Hebdo ügyre januárban, amikor Párizs belvárosában újságírókat gyilkoltak le. Tehát a muzulmán ellenességnek volt alapja és talaja. Még egy, ugye talán sokan olvasták Ulbecknek, ennek a jelentős francia írónak, aki talán a legismertebb író külföldön, azt a regényét, ami Behódolás, azt hiszem ezt a címet kapta magyarul, ami arra utalt, hogy nem kizárt, ő szerint ez egy jövőbe vetített feltevés, hogy akár egy iszlám párt hatalomra kerülhet, mert két erő maradt Franciaországba, egy muzulmán párt, mert ugye a nagyon gyorsan szaporodnak a muzulmánok, tehát egyre nagyobb a támogatottságok, illetve a Nemzeti Front, amelyik ellenük küzd. Más kérdés, ez egy reális felvetése, ő azt mondta, hogy ez csak irodalom, de jellemző a közhangulatra, hogy az egyik legnépszerűbb francia író népszerű írása ezt a problematikát ilyen aspektusból tárgyalja. Szóval akár a Charlie Hebdo tragédiája óta eltelt időben, és a nyáron a menekült hullámot látva, még ha Franciaországban kitapinthatóan nem is érzékelve, a Nemzeti Front már ezt a hangulatot meglovagolta, ezt a mostani hétvégi győzelmet már előkészítette megfelelő kommunikációval? Ők erre gondoltak, hogy ez így van, de Sarkozy, aki egykor francia elnök volt, és megint azt szeretne lenni, a mérsékelt jobboldal vezetője, abban bízott, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát őt is meglepte, a baloldalt is meglepte, annál is inkább, mert Hollande elnököt például népszerűsége növekedésével hitegették mondjuk így a közvéleménykutató irodák, annak kapcsán, hogy jól kezelte ezt a válságot, ami Párizsban kialakult. Ennek következtében voltak remények, de a Front National nagyon jól kezelte a válságot, és a megújulást képviselt. Itt nem csak a muzulmán kérdésről van szó, hanem Franciaország gazdasági problémáiról. 700 ezerrel több a munkanélküli ma, mint amikor Hollande elnök hatalomra került. Franciaország gazdasági helyzete nem jó. És a negatív régiókban, tehát ahol nagy a munkanélküliség, különösen a fiatalok között, a fiatalok körében aratott igazán nagy sikert Le Pen asszony pártja, ott bizony nagyon sokan szavaztak arra, hogy újat akarunk, mást akarunk, nem azt, amit eddig csináltak. Mi az az új? Arra kaptak választ, vagy mindegy, csak újat?
Éppen ez a problémája már Le Pennek is ez volt. Én készítettem interjút annak idején a papával, és őt tőle is ezt kérdeztem, semmilyen elképzelésük nincs a bírálaton túlmenően. Ezt tehát ismerjük más országokban, más pártokban. A bírálat, ez egy hagyományos dolog, legyünk őszinték, igen, ilyen romantikus, antikapitalista program, ami rámutat azokra a hibákra, amelyek minden országban előfordulhatnak, a munkanélküliségtől kezdve, például nagyon sok gyerek születik házasságon kívül, a muzulmán gettókban valóban nagyon sok probléma van, ezeket mind föl lehet sorolni, és mi lenne a megoldás? Francia nemzeti érdekre kell támaszkodni, hogy az micsoda, azt ugye tudjuk, hogy mindenki rábízza a hallgatóságra, rábízza a népre, és azért az, hogy Marine Le Pen asszony fiatal és nő, szemben a két vetétársával, akik nála idősebbek, férfiak, és olyan erőket képviselnek, akik már nagyon sokszor voltak hatalmon, nagyon régóta, és nem tudnak mondjuk recepteket adni a jövőre, ő meg azt mondhatja, hogy új vagyok. Új vagyok, 68-ban született, hát, tehát relatíve fiatal, és azt mondhatja, nem, hogy... Nem relatíve fiatal. Ezt kikérem a 68-ban születettek nevében, igen. Bocsánat, de arra gondoltam, hogy a közéletben ugye 68-ban születettek fiatalnak számítanak mindenképpen, és a megújulást reprezentál, hogy egy olyan országban a fiatalok jelentős részének nincs megfelelő munkahelye. Hát, ugye ez nem csak most, hanem más esetben is eszembe jutott, hogy ilyenkor a másik, az ellenoldalnak mekkora a felelőssége, amikor jön egy párt, jellemzően valamelyik szélről, és azt a legegyszerűbb elmondani az embereknek, hogy látjátok, milyen a közbiztonság? Rossz, csapnivaló, érzitek? Igen. Rossz az egészségügy? Hogy ne látnánk, hogy rossz az egészségügy? De hogy nem ad megoldást és javaslatot. Én egyébként azt csinálnám a közbiztonsága, azt csinálnám az egészségügye. Ilyenkor a többi pártnak, szóval ezen szoktam gondolkodni, hogy a többi pártnak mekkora a felelőssége rávilágítani arra, hogy oké, hogy ő meg tud benneteket szólítani, és elmondja, hogy mi a rossz. Na de én meg mondjuk már voltam kormányon, és azt tettem, hogy, és őt vegyetek észre, hogy ő meg nem mondja le megoldási javaslatokat. Nem tudom, hogy ez Franciaországban hogy működött, Magyarországon látjuk, hogy ez töcögve működik a többi pártnak az ilyen irányú kommunikációja. Nem csak ezekben az országban, utalnék Görögországra például. Görögországban is, ahol a rendszer kritika ugye erőteljesen baloldali vagy szélső baloldali, ott is a szélső baloldal választást tudott nyerni, hatalomra tudott jutni azzal, hogy elutasítja a korábbi pártoknak a mérsékelt józan Európa párti irányvonalát, és ez az elutasítás ez népszerű volt, mert az emberek többsége nem akarta elviselni a nem könnyű körülményeket. Ugyanez az elutasítás, tehát a protest vote-nak a jellege, az szerintem a francia választásoknál is eléggé fontos volt, és ezért megvannak fogva a francia pártok, vagy a francia közvéleménynek az a része, amilyen republikánus szembenállást hirdet meg, ezért is nem fogadja el Sarkozy azt a korábbi megoldást, hogy szövetkezzünk a baloldallal, hogy megállítsuk a Nemzeti Frontot, mert ő abban bízik, hogy egyedül is le tudja győzni. Na ez lett volna a jövőre vonatkozó kérdésem. Tehát a politikában azt szokták mondani, hogy kizárt, soha nem, ilyet is láttunk, már hallottunk többször, aztán két nap múlva borult ez az állítás. De tényleg kizárt, ön is úgy gondolja, vagy annyira, nem is tudom, hitelét veszítene is Sarkozy, hogy ha mégis bal és jobb összefogna, hogy a Nemzeti Frontot megállítsa? Ő azt mondta, hogy ez a ni-ni, tehát sem álláspont fog dominálni a második fordulóban is, tehát hogy nem kötnek szövetséget a Nemzeti Fronttal, de a baloldallal sem kötnek szövetséget annak érdekében, hát lehet, hogy megállítsák. Lesz. Az igazi tétje szerintem ennek az, hogy nem sokára elnökválasztás lesz. Legyünk őszinték, a regionális választás azért is ilyen nagy siker a Nemzeti Frontnak, mert csak 50%-os részvétel, igen, volt, az emberek többsége nem ment el, mert nem is nagyon tudják, hogy mit csinál a régió. Sokkal kisebb a szerepe, mint Olaszországban vagy Németországban, körülbelül olyan, mint Magyarországon, tehát minden pénzt a központ oszt le, és a régiók szerepe meglehetősen marginális. Ennek következtében az igazi tét az elnökválasztás, ami 17-ben lesz, tehát körülbelül másfél év múlva, és ott jelen pillanatban a közvéleménykutatások szerint Le Pen asszony a legesélyesebb. Tehát azért érdekes ez, hogy sikerül-e úgy összefogni, mint ahogy 2002-ben sikerült, amikor még Le Pen papa került be a második, igen, fordulóba, és akkor a jobb és baloldal összefogás eredményeképpen Jacques Chirac elsőprő győzelmet aratott. Hogyha ilyen nem lesz a következő alkalommal, tehát 2017-ben, akkor Sarkozy ugyan bízik benne, hogy ő le tudja győzni Marine Le Pen asszonyt, de ez az önbizalom a jelenlegi választási eredmények fényében nem tűnik 100%-ig megalapozottnak. Különbség a papa és lánya között?
Különbség a papa és lánya között, ahogy az imént említettem, például az Izraelhez fűződő viszony, tehát hogy sokkal mérsékeltebb a leánynak, sokkal modernebb a programja, kevésbé rasszista, kevésbé élezi ki a problémákat, sokkal inkább verbális módon és sokkal kevésbé fenyegeti a kisebbségeket, ami azért is probléma lenne Franciaországban, mert majdnem mindenki rendelkezik olyan családtaggal, igen, amikor említettem a Le Pennel az interjút, akkor mondtam neki, hogy hát ön a bevándorlás ellen van, de a felesége is görög, tehát bevándorló. Erre az asszony, aki ott volt, mondta, hogy hát tényleg, haha, én is immigré vagyok. És erre előbb, mit válaszol? Semmi, hát igen, ez van ilyen. Há, tehát bocs, azért, nyújtam, azért mondom, hogy ez Franciaország, tehát itt lényegében majdnem mindenki, ott a francia futballcsapat, tele van ugye muzulmán és más bevándorlókkal, Franciaország nagy nemzeti büszkesége, a Paris Saint-Germain sárközi elnök csapata, vagy ex-elnök csapata, ugye katari kézben van, és hát ők fizetik a különböző sztárokat, és hát a nagy sztárjuk ugye Ibrahimovic, aki ugye ilyen kelet-európai svéd, ne firtassuk, hogy milyen, de mondjuk igazi franciának csak némi túlzással nevezhető. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtam. Én is köszönöm.